Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Vaszi Levente barátunk mondta egyszer, hogy ott lakik, ahol az ember már azt hiszi, hogy eltévedt, csak kicsit tovább. Ez valamelyest vonatkozik Magyarfalura is, ahonnét a vendégem érkezett. Vendégem tehát Janku Laura, József Attila díjas költő. Jó estét kívánok! Emellett óvodapedagógus, teológus, politológus, néprajzkutató. De erről majd fogunk beszélgetni. És hát ugyanúgy itt már beszélgettünk az imént erről, hogy nemrégiben járt Székesfehérváron, immáron 8. alkalommal a pusztinai Csángó küldöttség, a Magyar Ház gyermekei Nisztor Ilonával, a Magyar Örökség díjas népdalénekessel az élen, és hát ő is a Tázló völgyéből érkezett. No, tehát akkor egy idézet öntől a beszélgetés felütéseként. Tudatában vagyok szavaim részszerintiségének, homályos látásomnak, azaz teremtményi mi voltomnak, tehát tudatában vagyok a felettem álló teremtőnek. Gyakorlom az Isten iránti bizalom kockázatát az életben, a tudományban, a művészetben. Vallom, hogy nem a hit és a tudomány, hanem a hit és az álhit áll szemben egymással. Csoda gondolat. Nos, ez a Magyar Művészeti Akadémia honlapján bukkantam rá, de azt hiszem, hogy nagyon is jellemző önre. Bár hozzáteszem, hogy sajnos nem tudtam ott lenni a legutóbbi könyvemutatón, és ezt azóta is fájlalom, de Bakonyi István, közös barátunk rávett arra, hogy foglalkozzam egy kicsit bővebben. No, akkor menjünk el Magyarfalura. Az egy csoda hely, tudjuk jól, akik járunk arra. A Madvai Csángó kör az valóban olyan, ahogy Nisztor Ilona ezt leírta, ahol a nap felserken és ahol leszentül. Miként nő fel egy magyar faluban egy kicsi lány, akinek céljai, tervei, vágyai vannak? Hát ugye óriási különbség van a mai magyar falu és a között a magyar falu között, amikor én kicsi lány voltam, az nagyon régen volt. Tehát én a 80-as évek elején voltam kisgyerek, és az időszak, az a korszak, az teljesen különbözik a mai világtól. Hát ezek banális közhelyek természetesen, de mégiscsak szót kell ejteni róla, mert tulajdonképpen el kell dönteni, hogy mire vagyunk kíváncsiak arra a világra, amiben én felnőttem, és ami már abban a formájában nem létezik, vagy pedig arra, hogy mi van ma Magyarfaluba, hogy nő föl ma egy gyerek Magyarfaluba. Vannak dolgok, amik nagyon meghatározóak ma is, vannak dolgok, amikben egy magyarfalusinak és egy fehérvári gyereknek már ugyanaz, bizonyos tekintetben ugyanazt az életformát éli a két gyerek, hiába van köztük, nem tudom én, mekkora kulturális távolság, szakadék, stb. És én azt mondtam egyszer, és aztán később belegondoltam abba, amit mondtam, hogy tulajdonképpen közelebb van a mai magyar falusi gyerek a mai, akkor ott azt mondtam, hogy budapesti gyerekhez, mint amennyire közelebb van az én 80-as években élt gyerekkoromhoz, mert a körülmények Magyarfaluba is megváltoztak, illetve ugyanazok, mint azt hiszem, hogy Európában sok helyütt, vagy a világon sok helyütt. Az én gyermekkoromban tévé, rádió nem volt, újság nem volt, sajtó nem volt, román nyelv nem volt, csak az iskolába és a templomba. Mi állattartással és földműveléssel foglalkoztunk, és testvéreink nevelésével. A mai gyerekek életében ez nincs jelen. A mai gyerekek életében a televízió, az internet, az olvasás, a könyv, a kirándulás, egy kézés, maximum egy testvér, jólét, kétnyelvűség, vagy nyelveltárs, román nyelvűség, tehetséggondozókba járnak a gyerekek magyar vagy román irányba, vagy helyekre. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy,
globalizálódott a kisfalunak az élete, az én életem meg egy nagyon zárt világba igen. Mit tette lehetővé, alakult, hogy kiválasztott legyen, hogy elinduláson Csíkszeredába, hiszen ez meghatározta az egész későbbi mindenét? Nem, egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy kiválasztottság. Én azt hiszem, hogy hogyha már itt az idézettel kezdődött a beszélgetés, a hitem kötelez arra, hogy azt mondjam, hogy a Jóistennek a gondviselése volt az, hogy így belenyúlt a mi történetünkbe azzal, hogy végre valahára, nem tudom, hogy honnan számoljuk a moldvai magyarok létét, vagy történetiségét, de lehet 800 évet mondani, lehet 600 évet, vagy többet, kevesebbet. De a lényeg az, hogy ebbe a akárhány évszázados vagy ezer éves történelembe a Jóisten végre belenyúlt, és lehetőséget teremtett arra, hogy szinte szimbolikusan és nagyon kis létszámban, de valamiféle kapcsolat az anya nemzet és a kis magyar szórvány, akkor illetve hát ugye a trianoni Magyarország előtt a moldvai és általában a regáti, a dél-romániai térségbe éltek nagy számban magyarok, akiknek hát úgy mondjuk, tehát hogy nem voltak rácsatlakozva az anyanemzetre nagyon sok tekintetben. Tehát hogy végre valahára nyílt egy lehetőség arra, hogy az ember kiteljesedhetett az anyanyelvébe, anyanyelvű közösségbe élhetett, anyanyelvű írásbeliségbe, anyanyelvű kultúrába, és én éltem ezzel a lehetőséggel. Minden egyes pillanatot kihasznált Csíkszeredán? Hát, ami elröpítette aztán a későbbiekben a mostani pályájáig, illetve a hivatás választásáig. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyerek voltam, tehát semmiféle ambíció vagy perspektíva nem volt bennem. Én egy 11 éves gyerek voltam, hát gondoljuk el, hogy mire képes egy 11 éves gyerek, semmire. Különösen nem a sorsáról dönteni. A szerencsénk az volt, hogy olyan nagyfokú leterheltség ért minket, azzal úgy iskolát váltottunk, faluból városba kerültünk, a szülői közösségből vagy a családból egy kollégiumi közösségbe, akkor tudtuk meg, hogy csángók vagyunk, akkor ismerkedtünk meg egymással, úgy Moldvában nem csak mi beszélünk magyar falusiak magyarul, hanem Pusztina is van, meg Lészped is, meg Szabófalva is, és ezért csak kinyílt a mi belső világunk is Csíkszeredában, mert hát bent egymásról nem tudtunk, tehát nekünk nincsen, vagy nem volt ilyen moldvai magyar katolikus identitásunk. Voltunk magyar falusiak, voltak lábnyikiak, tehát ahány falu közösség, annyi, mondjuk úgy, hogy az egyszerűség kedvér identitás, és ami közös volt bennünk, annyit tudtunk egymásról, hogy ők is magyarul beszélnek, és ők is katolikusok, de közös történetünk, közös történelmünk, közös eseményeink nem voltak. A ritka egy-egy búcsú, együtt eltöltött búcsú kivételével, tehát hogy nagyon sok újdonság ért minket, és nagyon sok feladatot kaptunk, és nagyon sok mindent be kellett hozni, és ezért az embernek egy pillanata nem maradt arra, hogy belegondoljon abba, hogy mi történik vele, és esetleg hogy ahogyan kérdezte, mire kell használni minden percet, nem tudtuk, mert minden percünkre, tehát minden percünkben valamilyen hiányosság kitöltésével, vagy valami probléma megoldásával telt. Tehát 11 évesen kezdtük el a magyar ABC-t tanulni, magyar nyelven a matematikát, a kémiát, emlékszem, az iskola igazgatónk és a magyar tanárunk, Borbát Erzsébet tanárnő mondta később nekünk, amikor már egyetemi éveink is elmúltak, hogy
ugyanaz történt vele és a tanártársaival, ami velünk, hogy annyi feladatot adtunk a nyakába, meg a tantestületnek, meg az iskolában, hogy egyszerűen nem volt idő belegondolni abba, hogy úristen, mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Helyt fognak állni középiskolába? Utána mi lesz velük? Egyetem? Stb. Tehát, hogy ezek a kérdések valószínűleg álmukban, meg szorongásaik formájában megjelentek, de napi szinten nem tudtunk ezekkel foglalkozni, mert dolgunk volt. Tehát egyszerűen le kellett zárni a 8. évet, meg kellett tudni a felvételit írni 9. stb. És ezen túl a zenei képzőművészeti középiskola azért nyilván sokat segített. Egyébként csak visszatérve egy kicsit, amit mondott az imént, Kallós Zoli bácsi mesélte nekem, hogy aki Lészpeden otthon volt, ha úgy tetszik, igen, és Moldvában mindenütt, igen, hogy ő abban látja a legnagyobb problémát, amit itt felvetett, hogy mi történik majd azokkal a csak magyarul beszélő fiatalokkal, akik óhatatlanul is ki kell, hogy szakadjanak a megszokott közegükből. No, de akkor térjünk vissza most Csíkszeredába, tehát a középiskolához. Igen. Csodálatos volt, csak azt tudom mondani, és nyilván azért, mert az ember a legfantasztikusabb életévében élt. Nagyon-nagyon jó volt az osztályközösségünk. Ugye művészeti iskolába jártam, és a pattársam az minden áldott nap hozta a szendvicset nekem, tehát hogy így odafigyeltek ránk a tanáraink, valahogy nem volt egy ilyen pozitív diszkrimináció, de volt egy, az utolsó pillanatban mégis megkegyelmezek és elnézek hozzáállás hozzánk, és valahogy úgy csinálták, hogy mi erre mégse számítottunk, hogy úgyse fognak megbuktatni, tehát hogy valahogy nagyon jól sikerült, azt hiszem, hogyha nagyon röviden kell ezt a 4 évet jellemezni, és tehát az ember nem csak azért, mert eltelt 20 év, hanem azért, mert tényleg már akkor úgy éreztem, hogy csodálatos munkásai vannak a világban az Úristennek, és a tanáraimra ez volt érvényes. Egyszerűen jó dolgunk volt, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó dolgunk volt. Az tudatos volt, hogy azt az ösztöndíjat megpályázza, ami Magyarországra hozta? Több mint 20 ösztöndíjat. Igen, na, itt kezdődik a tudatosság része az én életemnek, mert hogy voltam Magyarországon korábban táborba, és valahogy megcsapott Magyarország szele, és én éreztem azt, hogy hát valahogy úgy kellene alakítani a dolgokat, hogy nekem itt kellene élni, vagy tehát nem is az, hogy szeretnék, meg vágyom rá, hanem kell. Én ezt nagyon-nagyon határozottan éreztem. És akkor emlékszem, amikor volt ez a bizonyos felvételi, és pályázott erre a bizonyos ösztöndíjra, akkor 10 helyre 26-an, 28-an jelentkeztünk, és akkor hát egy picikét túllőttem a célon, és azt mondtam, hogy felgyújtom magam, vagy valamivel nagyon megfenyegettem a bíráló bizottságot, hogyha én nem leszek benne abba a 10-be, akkor én nagyon csúnya dolgot fogok csinálni magammal, mert akkor már úgy éreztem, hogy igen, Magyarország az a hely, ahol a tüdőm egészével tudok lélegezni. Ugyanakkor az a 2 évtized, ami azóta eltelt, sokszorosan bizonyította, hogy nem azért került be, mert megfenyegette a szakmai grémiumot. Hát igen, szóval nagyon, nagyon sokan lemorzsolódtak, mindegyik nek gyönyörű élete van, és család, nagy család, szép élet, de azt hiszem, hogy nagyon, nagyon kevesen választottuk mondjuk a tudományos pályát. Ahhoz, hogy eljussunk a versekig, nagyon fontos, hogy egy kicsit nézzünk körül, hiszen az a 4 fajta hivatás, amelyet választott külön-külön szépen sorban, az mind kicsit hozzátett az életéhez. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért, és hogy kezdte, és hogy lépett tovább. Tehát kezdjük az óvodapedagógiánál.
Igen, hogy ezek tulajdonképpen főiskolai és egyetemi diplomák, de nem érzem magam szakembernek egyik területen se, a néprajzban is még csak tanulgatok, még ha 15 éve művelem is. Tehát, tehát nem gondolom azt, hogy én teológus vagy politikai szakértő vagy óvodapedagógus vagyok, van róla papírom, de egy órát se töltöttem ezekbe a szakmákba. De a politológia az miért vonzotta? Mindegyiknek nagyon egyszerű oka van, az óvodapedagógiát kötelező érvénnyel kellett elvégeznem, mert azzal a feltétellel kaptam meg az ösztöndíjat és a lehetőséget, hogy diplomaszerzés után hazamegyek Moldvába, és hozzájárulok a magyar közösség megmaradásához, a magyar nyelv fennmaradásához. És akkor közben ugye az ember nem gondolt arra, hogy ezen az ártalmatlan 3 éves óvodapedagógus képzőn találkozni fog Nietzsche nevével, az ateizmussal, a vallásfilozófiával és a világvallásokkal mindenféle órán, és akkor a magyar történelemmel, mert bármennyire is hihetetlen, egy egész fél éven keresztül Magyarország 20. századi történetét tanultuk, hála jó Istennek, a tanítóképző főiskolán, tehát hogy az ember úgy akkor már 20 évesen, tehát hogy egy kicsit úgy valahogy fölébredtem arra, hogy hoppá, itt igen. És valahogy ezek engem nyugtalanítottak ezek a dolgok. Nem minden, mert az nem érdekelt, hogy működik az emberi vese, vagy nem tudom, mert ilyet is tanultunk, de a filozófiai kérdések, a történelem, a vallás, az olyan, hát hogy úgy mondjam, válságba sodort engem, hogy így kikezdett szó szerint. Tehát a nem tudom én, a kis lelki világomat kikezdte, és akkor ugyanezt történt a politológiával is, hogy ugye pont egy olyan időszakba érkeztünk Magyarországra, köztük én is, ez a Moldvai egyetemista csoport, amikor kampányidőszak volt, 97-98, és akkor láttam, hogy plakátokban van öltöztetve a város, meg mindenki mindenkit szít, tehát hogy ez is egy újdonság volt számomra, mert ahogy mondtam, én tehát a rendőrön, a polgármesteren és a papon kívül én egyéb hivatalnokot nem ismertem, meg nem is tudtam, hogy van politikus a földön. Tehát, hogy, és akkor az embert már zavarta, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy jog, meg törvény, meg alkotmány, szerette meg frakció. Szerette volna megismerni meg a történések eredőjét? Nem, egyszerűen rosszul éreztem magam, hogy nem tudom én, a teológián a pattársam, hadd nem mondjam, hogy milyen heti lapot olvas, és akkor a kezemben nyomja, hogy nézd már ezek, mit mondanak meg, és azt se tudom, hogy mit olvasok. Tehát, mint hogyha japán szöveget mutatott volna, annyira a fogalmak szintjén nem tudtam, hogy tudom én, leszavazták meg. Tehát, hogy, és akkor elvégeztem ezt a politológiát, ez egy posztgraduális képző volt, és ami ennél egy picit komolyabb volt, mert nyilván az ember sok mindenhez nem ért, és nem is szeretnék mindenhez érteni, vagy nem lehetséges. Viszont ami miatt ez egy kicsit érintett, az, hogy akkor a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége, az akkori vezetés az elég sok esetben, miután majdhogy nem egyedül maradtam a felszínen, mert valahogy úgy elkalódtak a többiek, a többi moldvai egyetemista, legalábbis nem fért bele az életükbe az, hogy nem tudom én, nyilatkozzanak, ha kérdezik, és akkor én meg úgy valahogy így előtérbe kerültem, de főleg azért, mert más nem volt, nem azért, mert én kerestem volna ezt, és akkor mindenféle feladattal megbíztak, hogy nem tudnak delegálni Bákóból embert, mert akármilyen okból kifolyólag. Viszont ha már ott vagyok Budapesten, és most lesz egy máért értekezlet, most lesz egy nem tudom micsoda, légy szíves, legalább a küldött dokumentumot add le, esetleg ha kapunk 5 percet, akkor mondd el a következőket, hogy itt tartunk,
És akkor tudtam azt, hogy ha valamitől nagyon távol fogom tartani magam az életben, akkor az a politika, de hogy azt se akartam, hogy ebbe a helyzetben ne segítsek az MCMS-nek. Megértem. És akkor ezért gondoltam azt, hogy ez több, mint rossz érzés, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy frakció, meg ellenzék, meg kormány, és így tovább, hanem hogy ezt így tényleg ezt, hogy alapszinten tudni kell. És akkor, ahogy megszereztem a diplomát, az MCMS-be is változások álltak be, és én is. Tehát, hogy ez csak egy zsákutca, vagy egy ilyen kis fejezete volt az életnek, ami... A néprajz viszont akkor bizonyos értelemben ennél komolyabb, sokkal komolyabb. Igen. Hiszen ha valaki a gyökereit keresi, a gyökereit szeretné megérteni, akkor nyilván a néprajztudomány nagyon sokat segít. Igen, ez így van, és tulajdonképpen a megjegyzés vagy az észrevétel a magyarázat arról, hogy én miért tanultam néprajzot, ténylegesen a magamat, gyökereimet, a közösségemet szeretném. Hát nem tudom, mint egy ilyen kártyacsomót úgy kiteregetni, és akkor így nézni, és játszani, összefüggéseket keresni. Azért mertem használni a játszani szót, mert hát az ember gyönyörködik ebbe az egészbe. Igen. És az érdekes, hogy hát szóval azért is jó, hogy van ez a szó, hogy játszani, ez az ige, mert hogy nagyon sok fájdalom van ebbe a történelembe, ebbe a hagyományvilágba, nagyon-nagyon sok szenvedés. A népi kultúrának legalább két arca van, és mind a kettő inkább a keménységről és a szenvedésről tanúskodik, amit egy ilyen természetfeletti szeretet jár át, és ezért szépséges, de valójában egy szenvedéssel teli kultúra, én azt gondolom, ez az én véleményem és tapasztalataim. És akkor, hogyha az ember egy picikét úgy játékosan áll hozzá, főleg a múlthoz lehet így, akkor ezt a szenvedést is úgy nem nagyítja nagyobbra, mint amekkora, hanem úgy próbál egy kicsit, ha nem tudom. Tehát, hogy van mit megismerni, és sokat gondolkodtam azon, hogy végül is miért. És ez úgy általában a szakmánkra nézve, vagy a szakmánkkal kapcsolatosan a néprajztudományba, vagy a néprajztudománnyal szemben sokszor fölismerül, hogy miért fontos nekünk ismerni a tegnapunkat, és a kultúránkat, és a hagyományainkat. És igazából én ezt egy ilyen fals kérdésnek érzem, mert nagyjából olyan, mint hogy azt kérdeznénk, hogy miért kell enni. Tehát ezek evidens dolgok, és nem is a tudás az érdekes, hanem az, hogy foglalkozzunk a múltunkkal és a kultúránkkal, mert magunkkal foglalkozunk, és magunkon dolgozunk, meg magunkat, tehát a kulturáltságunkat, az intelligenciánkat fejlesztjük, gazdagítjuk azzal, hogy azzal foglalkozunk, ami a sajátunk, és ezt azért szakmai kézzel kell művelni, és azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a néprajztudományra. Igen, hát tehát nem szó nincs arról, hogy nincs népi kultúra, meg másképp éled újjá, és ezért meg kell kérdőjelezni a néprajztudománynak a legitimitását. Pont arról van szó, hogy a mindenkori ember az, akinek szüksége van. Nem a kultúrára, hanem arra, hogy megalkossuk a kulturáltságot. No, hát azt megtudtuk öntől, hogy miként lesz valaki autentikus, mármint ebben a kérdéskörben, a népi kultúrában is. De hogy marad meg annak? Ha ilyen nagyon sok mindent csinál egyik oldalról, és ehhez már kapcsolódik a következő kérdésem, hogy honnét jöttek a versek. Ugye azt mondja, ön mondja, nevesíthetlen szentek tartanak jobbról és balról.
és ezt nem más mondja, mint a női Pilinszky, ahogy nevezik önt. Honnét vette a stílust, a gondolatokat magának? Honnét vannak azok a mélységek és magasságok egyben a verseiben, amit... Tehát amikor kószálunk az ön alkotói világában, akkor azért rádöbbenünk arra, hogy valóban hasonlít Pilinszky gondolat soraihoz, aki egyébként nagyon sokat járt Székesfehérvárra, és körülvette a várost, és azóta sem, hála Istennek, nem tudunk megszabadulni tőle. Szerintem ő se azért, mert azért jó hely Székesfehérvár. A sok jó embernek köszönhetően. Tehát induljunk el a párcsángó szótól. És ha röviden is, de próbáljuk megfejteni az ön titkát, ha egyáltalán van titka. Nincs titkom, és nincs mit megfejteni, és nem azért mondom ezt, mert nincs időnk kibontani, hanem valóban az van, hogy az ember egy kicsit sodródott az eseményekkel, és tulajdonképpen én miután sokszor föltették nekem ezt a kérdést, kénytelen voltam belegondolni abba, hogy mi történt, mikor kezdődött és hogyan alakult. És azt gondolom, hogy ez egy párbeszédnek a következménye, hogy én tollat fogtam és írni kezdtem. Egyszerűen találkoztam a verssel, találkoztam antológiákkal, arra lettem figyelmes, hogy vitatkozom az olvasmányaimmal, vagy hát azzal a verssel, vagy azzal az állítással, ami az adott versben szerepel, én azt le is írom, és akkor itt teltek az évek, és akkor szaporodtak a füzetek. Igazából úgy nem tudom, és ami, tehát az inspiráció az mindenképp az egyik legfontosabb dolog azóta is ebbe a folyamatba, mert a saját tapasztalatom az, hogyha az ember olvas, és olvas, akkor maga is nem csak olvasóvá, hanem íróvá válik valamiképpen. De soha nem hajtotta igába a fejét. És ha úgy tetszik, nem jellemző a komfortzóna uralma a verseire. Tehát nem ugyanolyan, hanem mindig tiszta, még néha-néha egy játékos, de soha nem nyers. Hát köszönöm szépen, hogyha ez így igaz volna, akkor nem is volna olyan rossz. Nem tud az ember, tehát úgy nagyon sokan próbáltak segíteni rajtam tanáccsal, könyvekkel, hogy hogyan kell ezt a mesterséget mesterien kitanulni, megtanulni. Én ezeket mindig elolvastam, és azt hiszem, hogy egy szófogadó ember vagyok, tehát jó indulatot feltételezek mindenkivel, aki ilyen kéréssel fordul irányomba, tehát senkiről nem gondoltam azt, hogy meg akar rontani, és azért ad nekem tanácsokat. Viszont azt láttam, hogy nem tudok arra az útra menni, amit kijelölnek. Akár úgy is, hogy játékosabb verseket írjak, mert hogy ki fog égni ez a stílus, hogy valamelyik verses kötetem kapcsán jelent meg egy olyan kritika, hogy tökére fejlesztettem a töredékességet, és innen már nincs út, vagy van. Azt hiszem a Névtelen nap, és hát azóta még legalább 4 verses kötetem megjelent, elég kemény és kegyetlen megjegyzéseket is kaptam. De hát ez már 10 mégis, volt. Igen, de mégis az ember nem tudott más tenni, mint ami történt. Tehát én szívesen mentem volna abba az irányba, amit a kritikusaim mondtak, de... Érdekes, amit mond. József Attila díjas költőként, elismert a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjaként, hogy ilyen dilemmái vannak. Én csak azt akartam ezzel jelezni, az embernek vállalnia kell a kockázatot, és
És tehát vállalja? Igen, mert egyáltalán nem külső dolgokért írok, nem elvárásokért, nem szeretnék valahova tartozni, eljutni, egyszerűen én nem tudom, tehát olyan a költészet az én életemben, mint a négy évszak. Vannak, tehát, hogy úgy keretet ad az életemnek, ilyen-olyan hullámai vannak, a versek hol ilyenek, hol olyanok minőségbe, tematikába, tehát valahogy, tehát hogy én nem tudnám se definiálni, se elhelyezni, se célt szabni ennek a dolognak. Én megpróbálom kísérni, és megpróbálom kihallgatni, meg résen lenni, mert én csak az egyik komponense vagyok ennek a versírásnak. Valószínűleg a ruhája, vagy én nem tudom én, tehát nyilván én írom ezeket a verseket, és nem a Szentlélek, nem erről beszélek, hanem hogy az a kockázat ebbe a dologba, hogy semmi garancia nincs arra, hogy lesz-e holnap vers. És én ezért nem szoktam, mert hogy csak azért, hogy legyen vers, nem fogok írni, nem tudok írni. És azért szoktam azt mondani, hogy nem gondolom magam se írónak, se költőnek, és mindig számomra egy verses kötet megjelenése olyan, mint egy temetés. Tehát, hogy így megváltam valamitől, elveszítettem valamit, és az ember keresi a következő halottat. Tehát, hogy valamiképpen egy ilyen, hogy hol a folytatás, lesz-e folytatás, és akkor lesz-e újabb temetés. Mi bízunk abban, hogy lesz újabb folytatás a temetésben is. És hát köszönöm, hogy megtisztelt, hiszen azt hiszem ilyen az, amikor az ösztönös tisztánlátás valakit áldott őszinteséggel áld meg. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a tévénézőit. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Jankó Laura volt, József Attila Díjas költő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!